Tisztelt ház, képviselőtársak! 2018. április 7-én a legtöbb megyei napilap Orbán Viktor miniszter úr fotójával és az MSZNP KB a Fideszes Propaganda Minisztérium nyilatkozatával jelent meg, rendkívül szomorúvá és felháborodottá téve szerintem ennek a hazának a tisztességes érzetű polgárait. Hiszen lássuk be, a fideszes egypárti túlhatalom kiépítésének egy újabb, fontos, szimbolikus dátumáról beszélünk. Ráadásul azóta ez a folyamat a média területén egyre jobban előre tört, hiszen lássuk be, hogy önök szándékosan mészegénységben és félreinformáltságban tartják a magyar polgárok egy jelentős részét, akik nem tudnak kitörni akaratukon kívül az M1, Kossuth Rádió és Tények Fake News Bermuda háromszögéből. Lássuk be, hogy ugyanakkor néha fellebben a lepel a média propagandisták mindenfajta machináció elől. Így történt ez most, amikor az MTVA-nál tevékenykedő Bende Balázs nevű úr, hát minek nevezzem, vezető szerkesztőnek hívják formálisan, fideszes propagandista, avagy az önök dikciója szerint soros ügynök, hiszen miniszterelnök úrhoz, Kovács Zoltán államtitkár úrhoz hasonlóan Bende Balázs is soros ösztöndíjas volt, éberség elvtársak, mindenhova befutakodtak. És ebből az univerzumból kiszólt Bende Balázs nevű felelős szerkesztőjük, és a tavalyi EP kampány kellős közepén a kiszivárgott hangfelvétel szerint mindenkinek elmondta, hogy itt a Fidesz lehet támogatni, vagy lehet kifelé máshol keresni új munkahelyet. Szégyeljék magukat, hiszen lássuk be, hogy már a 18-as választás EBSZ jelentésében kiemelték a közmédia szerepét abban, hogy a választások szabadnak félig meddig még tekinthetők voltak, de a médiahelyzet miatt fernek semmiképpen. Ráadásul az EBSZ jelentésben leírták, hogy a kormánypártokról 90%-ban pozitívan tudósította a közmédia, míg az ellenzéki pártokban 82%-ban kizárólag negatív híreket közöltek azok a közmédiában, azok a médiamunkásoknak nem nevezhető Fidesz propagandisták, akik a magyar adófizető polgárok pénzén végzik áldásosnak nagyon nem tekinthető tevékenységüket. Az már csak habatortán, hogy az önök fideszes revolver lapjai, a pesti srácok, aki most megint kapott ugye 200 milliót három hónapra, és a többi revolver lappal szemben a néppárti Jobbik és politikusai majdnem 300 törvényes ítéletet hoztak, mert hazudnak rólunk reggel, délben és este, tisztelt fideszes elvtársak. A média tanács tagjainak megválasztására is utalnék tavaly, ahol jó magam ellenzéki alelnöke voltam a média tanács tagjait jelölő bizottságnak. Ellenzéki képviselőtársaim a tanú, hogy mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy legalább a parlamenti arányokat jelenítsük meg a média tanácsban, amely ugye mindenfajta média termék teljes körű ura hazánkban. Abban is megegyezett az öt ellenzéki frakció, hogyha csak két tagot tudunk jelölni, ki legyen ez a két tag. Sőt, tovább megyek. Abban az egyetlen egy szemében is mi már egymás között megegyeztünk, hogyha csak egyetlen egy ember szimbolikus gesztusként, hogy valamire is tartják még a tisztességes polgári demokráciát maguk, beengedtek volna a média tanácsba, nem tették meg, szégyeljék magukat. Nem tették meg, és azóta is folytatják azt a hazugság és gyűlölet kampány reggel, délben és este ebben a Bermuda háromszögben, amely mérgezi a magyar polgárok egy jelentős részének a szellemét. Lássuk be, hogy a közszolgálati kuratórium ellenzéki tagjaihoz csatlakozva felszólítjuk tehát a fideszes kormányt és a média tanácsot, hogy azonnal vizsgálják ki a hasonló ügyeket, azonnal változtassák meg a közmédia szerkesztési elveit, és a parlamenti arányoknak megfelelő megjelenést biztosítsanak minden ellenzéki politikusnak, nem megvágva, nem szerkesztve, nem előtte, utána fideszes propagandisták, akik szakértőnek vannak átszázva, megszégyenít minket, hanem élő, nem vágható adásba be kell engedni az ellenzéket végre a mi közmédiánkba, mert Csengei Dénest idézve, ez a média a miénk,
nagyon fogunk rá vigyázni. Köszönöm a figyelmet!